Vörös Marti Mihály, Csongor és Tünde. Egy szerelmes történetet mondok most el nektek, melynek főszereplője egy szerelmes pár. Csongor és Tünde. A történetük egy fánál kezdődik. Éppen arrafelé barangolt Csongor úrfi, és meglátott egy csúnya boszorkányt a fához kötözve, akit Mirigynek hívtak. Csongor úrfi érdeklődik, hogy hogyan is jutott ő erre a sorsra. Mirigy válaszából megtudja, hogy neki kéne vigyázni ezt az almafát, mivel az éj közelettével a fa terméshoz, de az nem lehet az övé, mert álomba szenderül. És ez alatt egy tündérlány viszi el a termést. Csongor eloldozza, és maga telepszik a fa alá, hogy találkozhasson a földön túli leánnyal. Megérkezik Tünde. Éppen Ilmával, a földi származású szolgájával beszélget, melyből megtudjuk, hogy a fát Tünde ültette, hogy szerelmét, az általa még nem látott Csongort, oda csalogassa vele. Tünde eszének köszönhetően, így hát szerelmével, Csongorral, boldogan borulnak egymás karjaiba. De hamar véget ér az öröm. Ennek az örömnek Mirigy vett véget. A kis unyiban levág egy fürtöt Tünde hajából, hogy azzal saját lányát ruházza fel, és így csábítsa el a tündérlánytól az ifjú Csongort. Időközben Tündének távoznia kell, de indulások előtt Ilma még megsugja Csongornak, hogy hogyan juthat el tündérhomba. A kis segítség így szól. Síkmezőben hármas út, jobbra-balra szerte fut, a középső célra jut. Csongor úrfi, jó szerencsét! Eközben három ördögfi egy útkereszteződésben találkozik. A három ördög neve Kurrach, Berrech és Duzzog. Duzzog egy rókát üldöz. Mindhárman a róka nyomába erednek. Ezután Tünde és Ilma érkezik, nyomot hagynak Csongornak. Sőt, Ilma még Balga címerét is ott hagyja jelzésként, hogy könnyen követhesse őket, majd tovább haladnak. Távozások után Mirigy tűnik fel, aki szidja, majd megátkozza a manókat, mivel megették a rókát. Miért is érdekelne a boszit ennyire az a róka? Valójában a róka a lánya volt, és még ő varázsolta régen azzá, de most más terve van vele. Majd az ördög fiak marakodni kezdenek az apjuk által rájuk hagyott örökségen, egy láthatatlanná tévő paláston, és az ostor csapására akárhová elvívő bocskoron. Egy bizonyos idő elteltével Csongor is eljut az útkereszteződéshez, és megérdeklődi, hogy melyik út vezet Tündérhomba. Hiszen a középső úton kéne folytatnia, de melyik nem középít? Hisz egymásba összefutnak, s egy csekély ponton nyugosznak. Így hát megkérdez három vándort. Ők azonban sajnos nem tudnak neki segíteni, vagy talán nem is akartak. A megvető kalmár csak a pénz, a gőgös fejedelmet pedig csak a hatalom érdekli, és az elmélyült tudós pedig nem hisz Tündérhom létezésében. Mit lehet tenni? Csongor csak a szerelemben bízhat, hogy majd az segíti neki megtalálni Tündérhont. Ó, szerelem! Gyújts utamra csillagot, s te légy vezérem Tündérhon felé! Csongor tovább folytatja a keresést. Összefut Balgával, becsületes nevén Árkival. Ő a néhai böske, mostani Ilma hitvese, s elveszett asszonyát kívánja felkutatni. Ezért áll Csongor szolgálatába. A lányok lábnyomára bukkannak, s már folytatnák utukat, mikor meghallják, hogy az ördög fiak közelednek, akik még mindig veszekednek az örökségeken. Csongor úrfinak egy ravasz ötlete támad. Felvállalja a bíró szerepét, és így dönt. Legyen az én mindhárom tárgy, aki a leggyorsabban ér le a szemközti dombokról. A versenyfutás ideje alatt ellopja kincseiket, és eltűnik. Balga egyedül marad az időközben feltűnő ördög fiakkal. Az ördögök megfenyegetik, erre ő gazdájuk után vezeti őket, de csak egy feltétellel, hogy a manók egy szekéren húzzák majd őt. Megérkeznek a hajnal birodalmába.
Az ördögfiak elfáradnak, megpihennek. Addig Balga megfordítja a szekeret, és követ tesz rá, hogy megtévessze a manókat. Balga észreveszi rejtek helyéből Csongolt, majd tovább ballagnak. Észreveszik Tündét és Ilmát. Szólongatják őket. Még el is állják az utat, de mind hiába. A lányok észre se veszik őket. Csongor nagyon elkeseredik, de még nem tudja, hogy valójában a szerelmesek a Hajnal Birodalmában csak délben válthatnak szót, s erre is mindössze csak egy órájuk van. Ez idő alatt az ördögfiak észreveszik a turpisságot. Berreg és duzzog, dühükben elszaladnak. Időközben a kő visszaváltozik mirigyé. A boszorkány busás jutalom fejében megkéri Kurahot, hogy dolgozzon neki, öltözzön be Balgának, s adjon át bizonyos porokat Csongornak. Ezután felkeresi Ledért, lányát. Ugyanis őt szemelte ki, hogy elcsábítsa Csongort, s odaadja neki a Tündétől csend aranyfürtöt, mely remek álcázásként szolgálhat neki. A megbízás alapján Kurah, mint utas, felkeresi Balgát, s derekához köti Szamarát. Balga felül az állatra, s Dimitri boltjához lovagolni, négyítet kérni. Amikor azonban meglátja, hogy nincs pénze, a boltos elküldi. Időközben visszaérkezik Kurah, s Balgástól az istállóba vezeti Szamarát, ahol megkötözi őt, s elviszi ruháját. Így hát könnyedén Balgának adja ki magát, s Csongornak is beadja az álomhozó port. Tünde és Csongor délben a kertben találkoznának. Csongor nem bír ébren maradni, lepihen, s kéri az Á-Balgát, hogy ébressze fel, ha szerelme jön. Természetesen Balga, aki Kurah, nem kelti fel. Csongort alva látva Tünde és Ilma távoznak. Közben Balga kiszabadul, s gazdája keresésére indul. Csongor számon kéri Balga tetteit, de rájön a cselszövésre. Mirigy nem adja fel, folytatja gonoszkodását. Előbb Tündét is Ilmát, majd Csongort és Balgát, egy barlangos csalja, mindannyiukra veszedelmet jövendől. Tündék az éj birodalmába utaznak, hogy egy áldozatot hozhasson a szerelméért. A tündérlány kéri a nagyhatalmú úrnőt, hogy vegye el öröklétét, mert ő inkább vállalja a földi létet, ha csak így lehet Csongori. Eközben a szeretett férfi újból az útkereszteződéshez ér, és ismét találkozik a három vándorral. A kalmárt szegényen, a fejedelmet legyőzötten, a tudóst pedig zavarodottan találja. Mirigy a csodálatos almafa titkát elindult felkeresni, de az ördögfiak látva, mit művel a boszorkány, megkötözik, és abban reménykednek, hogy tettükért majd Tünde megjutalmazza őket. Tünde így is tesz, megkéri őket, hogy mindenkit, aki a fa árnyékában megpihen, kötözzenek meg, s tartsák ott. Slám, pont Csongor volt az első, aki újra megpihentett, és így egymásra találtak, nem csak ők, Balga és Ilma is. A kert végében található dombon pedig hirtelen egy palota emelkedik. És azóta is ott élnek, boldogan, mind a négyen. I know you, I walked with you once upon a dream. I know you, the gleam in your eyes is so familiar.